ami még nem volt a 17. fordulóban, januári tavaszi rajt az NB1-ben Mezőkövesdel. A bronzérmes helyen álló házigazda a Kisvárda csapatát fogadja. A Mezőköves Zsóri FC csapatában Besirovics és Kuzmics is helyet kapott az új igazolások közül. Így hát rájuk is számítanak a házi gólkirály Zivzivadze és Nagy mellett. A másik oldalon a Kisvárda csapatánál, amely az 50. NB1-es mérkőzésére készülődik, az épp Kövesdről szerződtetett dobó Dávid nevével kezdődik az összeállítás. Az új szerzemények közül még Obradovics és Simovics is helyet kapott a kezdő csapatban, de hát elsősorban természetesen Grozávtól várják a gólokat. Karnicki. Jól látta meg a jobb oldalt, Farkas. A szép passz, ebből lehetne valami. Egy jó lövés. Az első veszedelmes lehetőség a hazai, aki Besirovics próbálkozását hárítja. Dombó. Fekete adja be. Ott a csúsztatás. Nagy. Ez viszont egy veszedelmes lehetőség, és meg is szerzi a vezetést a házigazda. A berobbanó Nesterov a hosszú oldalon érkezik a továbbfejelt labdára, és 1-0 a Mezőköves javára. Kuzmicsi a gólpassz, és a középhátvédtárs Nesterov püföli be közelről. Gólpasszal mutatkozik be a válogatott magyar hátvéd Mezőkövesden. Közel 6 év után tér vissza a magyar bajnokságba Kuzmics Richárd, cserítől közben egy kitűnő passz. Vissza már nem jól kapta. De még ott van Berec. Felpördül a labda, és Dombó lép ki a kapujából. Zivzivadze, nagyon határozottan, néma marad a síp, és Zivzivadze lövését védi Dombó. Akár 2-0-ra is elléphetett volna a Mezőkövesd. Érdekes körülmények között rázta le magáról a védőjét, a grúz Rubust, de úgy tűnik, hogy nem volt szabálytalan. Kovács Réti, ott is a lehetőség. Beriosznak volt magas a labda. Dombó táncol vissza. Zivzivadze veszi át a jobb lábára. Rosszul eltalált lövés. Dombó véd nagyot. Zivzivadze kapufa. Óriási zavar a vendégek védekezésében. Ezt a labdát sem tudják elrúgni a 16-osok belülről. Ott gurul, és Kuzmics az, aki felismeri a helyzetet. Gólpassza mellé még majdnem egy gólt is jegyez a Magyarországra visszatérő hátvéd. Cseri. Berec ügyesen csinálta Simovics mellett. És Simovics is besárgul. Berec a szabálytalan ezúttal. Simovics vette ez zokon. Most megkapja a sárgáját Simovics, aki nem bírt magával, így a 45. percben, az első félidő utolsó percében a kiállítás sorsára jut. Cseri teszi be. Kapura. Ez könnyű zsákmány Dombó számára. Obradovics. Ballal kapura, ez volt az eddigi legveszélyesebb kisvárdai lehetőség. Karnicki, Cseri is megérkezett, jó labdát tálal oda, de nincs gól. Farkas Dániel elsodorta még a kapus mellett a labdát. Bumba. Hely. Egy távoli kísérlet, melyik lövését fogja a kapus. Berios próbálna elszakadni, Grozav középre, ott a fejes, Szappanos. Pont az ölébe érkezett, ragyogóan helyezkedett.
Cseri. Hát a másik oldalra, az nagyon jó meglátás. Pekár van ott. Még egyel tovább. Zivzivadze. Szépen véd Dombó. Na ez egy olyan kontra volt, amire várt a mezőkövesd együttes. Egy nyújtemben tette tovább Pekár. Zivzivadzét sem lehet bántani azért, mert 18 méterről szemben a kapuval rálőtte. Takács be középre, Cseri. Picit maga mögé kapta. De nem tud felszabadítani a Kisvárda. Cseri megint, ezt eldövi maga, oldalháló. És Cseri felé az indítás, maga mögé egy ragyogó labdát adott Berec. Cseri lövi el, ez is oldalháló.